Sziasztok, én Gábor vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy hogy lehet arcot vagy részleteket kitakarni egy videóból. Már megnyitottam egy projektet a Final Cut-onba, és itt van két videó. Az elsőben azt mondom, hogy egy filmbe egy arcot, illetve egy második videóban azt mondom, hogy hogy lehet rendszámokat kitakarni. Elsőként akkor nézzük a filmbe az arcot. Erről a filmről lenne szó, erről a részletről. És akkor most azt fogjuk megnézni, hogy ezt hogy lehet megoldani. Visszamegyünk a film elejére, és ezt a szenzor nevezetű effektet fogjuk használni. Ez úgy működik, hogy erről most, hogyha nem baj, akkor inkább leveszem most jelenleg a hangot. Szóval a keresőbe beírjátok ezt a szenzor nevezetű effektet. Itt megtaláljátok, és egyszerűen bele kell húzni a filmbe. Utána meg fogtok kapni egy ilyen elhomályosított részt, és vissza kell menni a filmjére, ahogy már mondtam. Először be lehet állítani arra, hogy pontosan letakarja az ember fejét. Ezen belül van többféle beállítás is itt, amivel tudjátok, amit az előbb kézzel lehetett állítani, ezt ugyanúgy itt a effekt menübe is be lehet állítani. Ez a rész az Y és az X tengely elhelyezkedése, hogy éppen melyik részen van ez a kis elhomályosítás, illetve lehet olyanokat is állítani rajta, ami kicsit széthúzza ezt a kört, vagy elnyújtja, illetve van olyan is, hogy milyen szinten pixelesítse el a képet. Ez mindenkinek tetszés szerint, vagy éppen amennyire szükséges, ezt úgy beállítja. Úgy kezdünk neki, hogy a Final Cut-ban az egy nagyon jó dolog, hogy vannak ezek a keyframe-ek, ezek a kis pontok itt, ami a pontos helyét, illetve mi esetünkben a pontos elhelyezkedését megjegyzi, és onnantól kezdve ezt nem kell minden egyes léptetés után, majd látni fogjátok, újra bejelölni, hogy a következő képkockában ez a homályosítás éppen hol fog elhelyezkedni, hanem automatikusan érzékeli, hogy változott a helyzete az effektünknek, és automatikusan már magát fogja trackingelni ez az effekt. Tehát az első képkockára visszamentünk, és ott először beállítják ennek a helyzetét, ennek a homályosításnak, vagy elmosásnak, illetve a méretét. Két keyframe között, tehát hogyha adunk egy időpontot, vagy megváltoztatunk valamit az első kockánál és a harmadiknál, akkor az a két képkocka alatt, vagy három képkocka alatt fog átváltozni ennek a mérete. Ezekre fontos figyelni, hogyha mondjuk nem nyúlunk bele egy képkockába mondjuk 2-3-4-5 másodpercig, akkor az alatt nem az lesz, hogy a újra változtatásnál azonnal átalakul, hanem az alatt a időszak alatt változik meg egy ilyennek a mérete, vagy bármilyen beállításnak. Úgyhogy most megmutatom, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát beállítottuk azt, hogy hol van, beállítottuk a méretét, és amit változtatni fogunk, annak adni kell egy keyframe-et. Tehát mit fogunk mi most változtatni? Fogunk változtatni a pozícióján ennek, illetve a méretén, mert nyilván egy közelebbi képkockánál nagyobb lesz a fej, ezért majd nagyítanunk kell ennek a homályosításnak a méretén. Tehát az első képkockánál a helyzetét, illetve a méretének adunk egy-egy keyframe-et, és a billentyűzetnek a nyilaival tudunk lépegetni képkockáról képkockára. Amikor szükséges, akkor belenyúlunk. Itt még nincs semmi változás, és itt az első változás. Na most, amit az elején mondtam, ez alatt az időszak alatt gyakorlatilag egy kép helyen volt a fej, nem kellett hozzányúlnunk. Tehát ha mi ebbe a képkockába változtatnánk egy helyzetet, akkor most megmutatom inkább, hogy ez hogy működik. Összehúzzuk, mivel kisebb lesz a fej, lejjebb visszük, és nézzük meg, hogy hogy fog mozogni. Látjátok, szépen elcsúszott annyi idő alatt. Az utolsó és a következő beállítás alatt ez az elmosódás. Tehát az, ami a legfontosabb ez esetben, hogyha ez, hogy ez ne történjen meg, ez visszalépünk egy Command-Z beállítással, hogy azt az utolsó beállítást azt ne vegye figyelembe, meg még egy beállítással, mivel szűkül is a kör, tehát az utolsó két lépést töröltük, és ugye itt jön a váltás, eddig minden oké volt, itt jön a váltás, a következő képkockánál már itt van, tehát ebbe a helyzetbe is kell neki adni egy pozíciót, mivel eddig nem szabad, hogy mozduljon ez a beállítás, illetve egy méretet. És a következő képkockánál újra beállítjuk.
fejet eltakarjuk, illetve összép húztuk. És itt megint szépen lépegetünk tovább, megint mozgatunk rajta, egy kicsit közeledik. És így szépen ki is kísértük a képből az emberünket, és most nézzük meg, hogy jelen pillanatban ez hogy néz ki. 6-os, 4-es, 15-ös. Oké, most erre. 11-es, 7-es, a tehát itt lehet látni, még mindig itt volt ez a kis homályosítás, és akkor ezt úgy kell beállítani, hogy az utolsó alkalom, amikor még szükségünk volt rá, akkor adunk neki egy keyframe-et, tehát ott még az ott legyen, és a következő keyframe-nél akkor egyszerűen csak teljesen, ugye itt a méret van, eltüntetjük. És nézzük meg akkor még egyszer a végét. És már is tűnik. Szóval ez így működik, és mindjárt a következő részben megmutatom, hogy hogy kell például egy rendszámot eltüntetni, az egy más egyszerű megoldás lesz, de arra, amire szükségünk van mondjuk egy rendszám eltakarásánál, arra tökéletes. Akkor most megmutatom egy rendszámmal, hogy le tudjon ezt megcsinálni. Itt egy kis New York-i közlekedés. Szóval szeretnénk azt megmondani, hogy ennek az autónak a rendszáma például, meg ennek az autónak a rendszáma, tehát hogy ne látszódjon. Ezt úgy is meg lehet oldani, hogy egyszerűen fogunk és letöltünk egy fekete képet, vagy egy bármilyen fekete képet. Ez nekünk ez abszolút tökéletes. Én elmentem. Érdemes betenni, hogyha olyan videókat készítünk, amiket későbbiekben is akarunk szerkeszteni, nem azt, hogy elment és után egyből törölni az alapanyagokat, és csak a végső videót, amit elküldünk az ismerősünknek, vagy barátunknak, vagy bármire használjuk, azt megtartani, akkor érdemes ezeket elmenteni, mert miután, ha kitörlitek, akkor a megfelelő helyéről, akkor utána már a Final Cut nem fogja megtalálni. És én ezt ide betettem, és ezt ide beimportálom abba a könyvtárba. Itt is van, ez egy sima, egyszerű fekete kép. Itt vagyunk ebbe a videóba, és ezt a képet egyszerűen csak behúzzuk ide, az elejére. Ami most eltakarja, mindig a felső rész mutatja a kép, alatta lépcsőzetesen mindig jön a következő. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy van itt egy olyan funkció, hogy transform. Ezzel át lehet állítani bármilyen képnek, videónak a méretét. És ugye most, mivel ez van kijelölve, nem az alsó videó, hanem ez, ezért most ezt a fekete, egyszerű képet fogjuk átváltoztatni méretben. Ezt összehúzzuk. Lehet bármilyen méretre legyen így, és ugye itt ez a rendszám, amit mi el akarunk tüntetni. Ugyanúgy működik ennek is a menete, mint ahogy az előző videóban. Tehát az első képkocka, a képkockát lépegetésénél mindig kurzorokat használjuk billentyűzeten. Itt az első, utolsó képkocka, ez az első, ezt behúzzuk akkor az első képkockáig, és már ott is van a rendszámon. Ennek a képnek is ebben az esetben meg kell adni a transformba, tehát a méreteiben meg kell adnunk a pozíciójának az első keyframe-ét. Lehet forgatni is, de ezt most nem fogunk, már amúgy forgatható ezzel a kis pöcökkel, illetve itt is lehet bármikor forgatni, de akkor annak is adunk egy keyframe-et, illetve a méretei. És akkor itt is szépen lépegetünk tovább. És követjük vele a rendszámot. És azt hiszem mondhatjuk azt, hogy innen már nincs is rá szükség. Tehát adunk neki még egy keyframe-et. Itt ez a mínusz az azt jelenti, hogy éppen utoljára kapott.
Tehát amikhez pluszt jelet látsz, ott kell még adni neki egyet, mert meg utolsó módosításban például Y és X tengelyen volt egy kis mozgás, tehát ebből a képkockában már kapott egy utasítást, és a következő képkockára meg szépen beállítjuk azt, hogy tűnjön el. Így. És akkor most nézzük meg. És elisten. Volt róla szó, hogy valakit érdekelt az, hogy hogy lehet több ilyen rendszámot eltüntetni. Itt a következő rendszám. Vegyük például ezt az autót, ez sokat mozog. Úgyhogy ugyanazt kell csinálni, hogy egyszerűen ugyanezt a képből még egyet behúzni. A transform beállításoknál ezt a képet is összehúzni, amennyire szükséges, átalakítani, széthúzni. Természetesen ugyanezt ezekkel a homályosításokkal is meg lehet csinálni, mint az előző videóban. Ez csak egy másik módja annak, hogy megmutassam, miket lehet csinálni. Tehát itt az indulópontunk, itt adunk neki egy pozíció keyframe-et, egy forgatást, és minden egyéb Y és X tengelyen való elhelyezkedését, és úgy szintén szépen lépegetünk tovább. És akkor itt nézzük meg, hogy mit csináltunk. Úgyhogy ez ennyi lett volna. Remélem segítettem nektek, illetve ha szeretnétek a további videókról tájékozódni, akkor kövessetek. Ha tetszett a videó, akkor meg lájkoljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!